Van itt még valaki rajtuk ül? Van még itt valaki. Neked nem tűnik jó úgy, mint hogy nagyon sötét lenne, pedig nincs. Az, de, amúgy de. Nem? Szerintem rajtam maradt a napszemvegem. Nem. Van olyan? Ezt a fényt basztattuk a múltkor. Igen. És ez le van véve. Megbasztattad? Ennyi. Oké, most már jó. Most már olyan, mint volt. Nem látok semmit megint végre. Most már így kell nézni megint a csetet. Pedig olyan jó volt. Így volt. De, üdvözlet mindenki. Igen, pedig már jó volt, nem kellett hunyaragnom. Hogy mindenki azt hiszi, nem tudom, tudod-e, na, hogy hallottál már erről, hogy vak vagyok, és nem látom a csetet, mert így szoktam nézni. De azért nézem így, mert ugye na, két kurva nagy lámpa világít a pofámba, mint az állat. Igen. Egyébként a benti streamben is ez a probléma. Csak hát ugye az nem látszik. Igen. Lehetne amúgy azon is változtatni, nekem már amúgy vannak ötleteim, ilyen hosszú távú ötleteim, hogy változtassam meg a benti streamet is, hogy ne legyen nem a kaszlámpát. Nem, hogy ne legyen ez, hogy ilyen kurva nagy lámpák világítanak a szemedben, mert meg lehet csinálni. De már megszoktam. Hát tudom, hogy megszoktad, de amúgy nem kellene. Tudod, úgy vagyok vele, hogy így sétálok az utcán, ez nagyon ritkán fordul elő, mm-hmm, ilyen tudod, és akkor így nézem is, hogy bazd meg, milyen sötét van mindenhol, a faszom ki van. Igen. Lehet azért zavar téged a fél homály. Látod? Mert azért olyan fénybe ülsz egész nap. Egyébként... Simán lehet. A múltkor jártam úgy, hogy azért fel kellett vegyek napszemüveget, mert annyira sütött a nap kint, uh-huh, és megint úgy jártam, hogy lementem a mély garázsba, és tudod, csak így néztem, hogy itt mi a geci van. Tudod, amikor így forgolodsz az autóba, hogy bazi, nem lehet semmit látni, betömték az ablakokat, tudod, mert vannak ilyen izé ablakok, minden, és utána, amikor rájössz, hogy... rajtam maradt a napszemüveg? Oké. Okay. Szóval azok veszélyes dolgok, azzal nagyon vigyázzatok. Igen. Egyébként, igen, mikor felkapcsolódik a mozgásérzékelős lámpa, tudod, és így... Na mindegy. Ez úgy néz ki, hogy csak egy ilyen sajátos dolog, más nem szokott ilyet csinálni. De az agyfasz a mozgásérzékelős lámpa? Köszönjük szépen, abba hagyom a garázsos napszemüveges dumát. Örülök, hogy jönnek az értesítések. Na, az a lényeg, köszönjük szépen a visszajelzést. Köszönjük szépen a visszajelzést. Tegnap egész nap heggesztették a kódot a srácok, de nagy nehezen sikerült rájönni, hogy mi a hiba. Úgyhogy elméletileg a mai nap folyamán működni fognak a push notification-ök. Ami tök jó. Mindenképpen tök jó. Most reggel volt valami anomália nekem, de amúgy elméletileg minden fassa. Úgy néz ki. Működik. Na, akkor örülök. Nem vagyok falkas fog, de köszi a kérdést. Engem. Nagyon rengeteg sok visszajelzést kaptunk a egyébként az appal kapcsolatban, most már akkor beszélek erről. Az appal kapcsolatban, srácok, így az easter egg-ekről, meg ilyenek, én nagyon örülök neki, hogy mindenki örül. Tegnap egyébként a délutáni streamben is tudomásomra hozták, hogy vannak easter egg-ek az appban. Ha vannak bizony, egyébként igen, bizonyos nézők. Elvileg. Úgyhogy... Úgyhogy köszi, hogy szóltatok, ez nagyon fontos, és továbbra is nagyon szépen köszi, srácok, az információkat a másik applikációról, felhívtátok a figyelmet az ottani kommentekre, köszi szépen, mert hogy ott vannak, ugye lehet kommentelni ugye az app alá. Ja. Egészen elképesztő, én itt is elmondom, mert tudjátok, én ilyen vagyok, ilyen fasz, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen van. Egyébként, hogy valakinek nem tűnik fel, hogy egy 5 éve nem fejlesztett applikációt, tehát egy 5 éve ott van hagyva az az app, így magára, uh-huh, az így nem. Hát, az így nem. Igen. Nem tűnik fel. Bár az emberek... már rájöttetek a rejtény nyitjára, hogy miért van. Ja, ez engem nem érdekel, engem soha nem érdekel a miért. De, ja. De hát jó, azért fontos tudni, hogy miért van ez. És így, na mindegy, ez van. De még mindig gőzerővel küzd, most már el kell gondolkodjanak a többi versenyben lévő applikációk, hogy valamit rosszul csinálnak, mert egy olyan app, amit nem használható, is megelőzi őket. Igen, ez így van. Tényleg így van, ami elég vicces így belegondolni. Legközelebb ki kell írjuk amúgy a kompatibilitási, a minimumot, hogy már úgy szokták a játékoknál is. Uh-huh. Minimum requirement, és akkor oda lenne írva, hogy melyik az androidos telefon, ami már elfut. Igen. Mert ott van ezzel gondom. Ez pedig atomharcos, ne arra, hogy kiemellek, ez csak egy ilyen plusz információ, ez a kedvencem, amikor megkérdezik, hogy lenyomtuk-e már a Lidl appot úgy, hogy az abba meg volt azt, hogy igen. Meg hogy az első, igen. Tehát, hogy valószínűleg. De hogy volt az abban ilyen? Igen. Tehát ilyen poszt.
Tehát ilyenkor szoktam megkérdezni magam, hogy miért izgat, hogy legyomtuk el a Lidl appot, ha nem használod az applikációt. Tehát, ez van. Használni kell. Biztos, hogy túl sok update jött. Nem, tudod? tudom, mi volt. Tegnap nem ment ki a push notification róla. Elő sem veszem. Nem is láttam. Na mindegy, én csak hülyéskedek, ne arra, hogy érte. Csak így el vagyok magammal. Mostanában megmondom őszintén, hogy azon kaptam magam itt a happy hour-ökben is, és mindenben, hogy megint egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, zavart érzek az erőben, de nincs semmi gond, ez természetes, rettenetesen sok üzenetet kapok, mostanában tegnap már Balázsral kellett ilyen morcokba összenéznünk, hogy mi történik, meg Maxim Phoenixig is írták, hogy ugye egyre nagyobb a tömeg, aki azt szeretné, hogy Jani streameljen minden videójátékot. Ó, az nagyon durva lenne. Én egyébként, most félreértés ne essék itt, hogy nekem itt bármi problémám van, de nagyon kíváncsi lennék egyébként ennek az okára. Mármint, hogy nem. Tehát az, hogy ez ilyen visszajelzésből egyre több van, azt tudom, hogy miért van, de hogy miért gondoljátok, hogy ez jobb lenne, vagy másabb lenne? Valami. Én mondom nektek személyesen, nem lenne jobb. Én is tudom, hogy ez így van. Biztos, hogy nem lenne. De ők nem tudják, és nem ez a baj. Azért van, mert amikor tudod, így eljutunk hírekben másokhoz, tudod, mikor ilyen, tehát sok oldal megírja, hogy velünk történik valami, igen, akkor előkerül ez a közönség. Nem tudom, hogy honnan, de előkerül az ilyen. Igen, a single Jani HH-k is visszatérhetnének egyébként. Az lenne az igazi. Szerintem ugyan a legnagyobb károlyság egyébként. De király lenne. Szerintem, amúgy, de nincs ezzel semmi gond, értem. Mondom, ilyenkor, ez csak a közönségnek akartam mondani, tudjátok, itt eltrolkodok én is magamnak, hogy ne lepődjetek meg, hogy vannak ilyen visszajelzések, és hogy ilyenkor egy hétig kb. Tartanak ezek a dolgok, mert biztos, mikor így felkap minket a, hogy szokta Elon Musk mondani, az algoritmus, idézőjelben algoritmus, és ugye a Facebook, az Instagram, minden tele van ezzel, hogy applikáció, meg forms, meg iroda, meg mit tudom én, ilyenkor mindig meghagyarodnak az emberek. Előfordulnak, ennek érdekes. Ezek az emberek egyébként. Tehát ez körülbelül tehát olyan power, mint mikor tényleg azt mondják az emberek, hogy olyan szívesen látnák, mit tudom én, Balázs meg Danit a happy hour-ben. Igen. És én így ülök, hogy igen. Figyelj. Lehet. Lehet amúgy. Igen. Hogy fogást keresnek rajtunk? Rajtam van. Itt mindig van a dolognak egy másik oldala, és ezt ne felejtsétek el. A kérdés az, hogy ők szeretnék-e. Ezt mindenki elfelejti. Az senkit nem érdekel. Igen. Ezt már közölték velem többen, hogy az senkit az nem érdekel. Az nem érdekel senkit. Hát igen, az ilyen. Igen. Hogy volt-e kiugrás nézőszámban a Forbes után? Nem. Miért nem volna? Vettünk észre ilyet. A honlapunkon sokkal többen voltak, mint szoktak. Ezt észrevettem. Igen, az nagyszerű. Ennyi amúgy. De tényleg így a műsorokban, meg így a videókon sem volt több megtekintés. Nem volt. Azt kell tudnotok, hogy alapvetően a Forbes egy üzleti magazin. Tehát egy eleve egy olyan, tehát ugye azok a kommentelők, meg azok az emberek vannak ott a Forbes Facebook oldalán, meg ilyenek, akik alapvetően ilyen üzleti magazin iránt érdeklődnek, meg akiket Ádám még oda küldtek. Meg azok, igen. Igen. Meg hát akik értékelték, mert ugye többen is voltak. Így van. Úgy ebből áll a közönség, szóval annyira, nem igazán mondanám ezt egyébként. Voltak ilyen, csak hogy tudjatok ezekről, voltak ilyen televíziós megkeresések is, mármint úgy, hogy interjút lehet adni. Volt egy nagyon érdekes, amit Jani ki akart emelni. Én ezt így beburkolva mondanám, csak azért is, hogy politikailag korrektek legyünk. Jó. Tehát kaptunk felkéréseket televízióktól, hogy szeretnének interjút csinálni velünk, meg ilyenek, olyan témakörben, hogy milyen érzés a number one legértékesebb influencernek lenni. Hát így mondtuk, hogy nem. Mindegy, mi van? Nem. Igen, ez van. De volt olyan tévés megkeresés, beszartok, figyelj, get ready. Nem kell találgatni, melyik televízió volt ez. Akik, tehát nem nevezzük meg a tévécsatornát, akik felajánlották a lehetőségét annak, figyelj, hogy az egyik műsorukba szerepeljünk, ami egyébként hétvégén ebédidőben megy, és közölték, hogy ez mennyibe kerülne.
Bizony-bizony árajánlatot küldtek nekünk. Ma ilyet még a büdös kurva életben nem hallottam. Tehát meghívtak minket már többször a tévébe, de úgy nekünk kell fizetni, úgy még nem. Érdekes volt. És rendes, így, hogy mi gondolk, imagine! Nekünk kellett volna fizetni. És hogy így? Azt hittem először csak trollkodnak. Én is azt hittem, hogy bazd meg, de nem, komolyan, ott volt a kontakt, kik kell keresni. Igen, tehát hogy valószínűleg mekkora nézettségre lehet számítani, hányszor fog lemenni, hogy igen. Mint, stb. Nagy televíziós csatorna volt, csak szólok. Igen, az egyik legnagyobb itthon, igen. Mekkora összeg volt? Várjatok, tehát nem neveztük meg a televízió csatornát, nem, amikor igen. Akkor azt mondom neked, hogy ne nevezzük meg teljesen pontosan, de nagyon közel. Körülbelül egy 500 000 forint. 500 000 forint. Nagyjából. És szombaton és vasárnap délben lement volna, és ígértek nekünk 3-3 perc megjelenést. 500 000 forint ez a tévében. Ki? De ki az, aki ebbe belemegy? Én nem tudom. Ki a fene néz hétvégén délben tévét? Na mindegy. A tévé nem halott. Nem. Tényleg nem. Nem. Ilyenekben akarnak élődni mi. Na mindegy, ez van. Csak akartam mondani, hogy ilyen is előfordul, csak hogy tudjatok ilyen információkat is, meg tudjatok, mi általában azért igyekszünk, amennyire lehet megosztani veletek minden ilyesmit. Nem. Kemény, szóval ilyenek is voltak, tudjátok, nem szoktuk vállalni ezeket a dolgokat. És hát azért emeljünk egy nagyon fontos dolgot, Pisti, mert ugye én eleve ezen röhögtem, hogy most már a honlapunkon van egy direkt kapcsolatrész, ahol üzleti megkeresésekkel lehet minket keresni, és direkt van egy lista, hogy mi az, amit nem vállalunk el. Hogy ne is írjanak ezek a cégek. És ott volt a tévé is. Igen. És így is elküldték az ajánlatot. Ez van. És ez egy új kontakt, tehát ez nem az van, hogy a régire írtak. Nem, ez egy teljesen új címet csinált. Igen, úgyhogy ez van. Egyébként én azon is meglepődöm, amilyen, most beszéltük Danival pont reggel, amilyeneket arra az e-mailre kapunk. Oda van írva, hogy mivel kapcsolatban lehet megkeresni minket, és tehát gyakorlatilag jó, hogy nem azt írjátok, hogy anyukátok sütött süteményt, és hogy milyen szép, nézzük meg. Mindegy. Nem értem én. Mert arra ott a másik. Igen, arra van egy másik e-mail cím, de ez kifejezetten üzleti e-mail cím. De gondolj ilyenkor a fan applikációra. Igaz. Igazad van. Biztos nehéz. Az a baj, hogy nem kompatibilis az eszközük. Lehet. Azért érnek oda. Lehet. Egyébként szerintem. Nem kompatibilis a webappal. Csak ezt látják. A másik e-mailt nem. Igen. Na mindegy. Igen, a sütis képeket az anyusütiek@vr.hu-ra várjuk. Mindenképp. Na mindegy, vannak az értelmezéssel problémák. Igen. És akkor csodálkoznak emberek, hogy nem reagálunk az e-mailjeikre, hát igen. Igen, vannak durva cuccok. Ha rossz helyre írják, akkor nem fogunk reagálni, ez biztos. Így van. Na mindegy, de tudjátok, mondom még egyszer, szeretjük megosztani veletek az ilyen dolgokat, amik velünk történnek. Igazából én azért nem szeretem annyira, amikor ilyen nyilvánosság előtt vagyunk idézőjelben, vagy inkább a hagyományos média értelmében nyilvánosság előtt vagyunk egy évben párszor, mert ilyenkor, tehát ennek alapvetően az a pozitív hatása, hogy nektek is visszajelzés az, hogy ugye ez működik, ez az egész dolog, amit mi itt próbálunk csinálni, nekünk is visszajelzés a munkánkkal kapcsolatban, hogy azért van értelme, meg stb. De összességében a hozománya az, hogy ilyenkor így egy másfél hétig vannak emberek, akik így akik így bejönnek, és jó, így szétnéznek, amúgy, így beugyoznak a szobába, aztán elmennek. De jó, de azért azt tegyük az, hogy van azért egy nagyon kevés, aki itt is marad. Biztos, hogy van. Uh-huh. Biztos, hogy van, aki egy nagyon kicsi, aki itt marad. Meg rájön, hogy mi ez az egész. Uh-huh. Kinek az ötlete volt az app? Én úgy tudom, hogy alapvetően Steve Jobs rukkolt elő ezzel, igen, hogy ne honlapokon kelljen szörfelni, ugye a... Mi mindenre legyen app. Hogy mindenre legyen egy app, és hogy mennyivel egyszerűbb, és ő találta ki. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő után kiderült, hogy amúgy alapvetően igaza van egyébként, mert az emberek másképpen gondolkodnak ezekről a készülékekről, mint egy számítógépről, és tényleg működik. Működik ez a dolog. Ő találta ki egyébként az appot. Abszolút-e. Nem vállalunk születésnapokat továbbra se, de érkeznek felkérések néha. Na, ezt elfejtettem beleírni, látod? Na, majd odaírom. Lesz egy plusz pont. Hogy nem vállalunk szülinapokat. Igen. De hogy bosszantja ez az applikáció az emberek egy részét? De miért? Ez is bosszantja már, én nem értem. Az bosszantja, érted, hogy tehát, hogy nem. Van. Itt a létezéssel van probléma. Hogy van. Igen.
De ez kit zavar? Most őszintén kit zavar? Valaki nem zavar. Kell felrakni. Nem szeretik, hogyha sikeres valami. Tudom, mi a gond. Belépnek az App Store-ba, és ott van. Ott vagyok. Ott vagy, mint a VR. Nem, mikor rányomsz az appra. Ja, igen. Nagyon nem jó. Pedig amúgy nincs is rólunk szerintem ott kép. Előnézeti kép. Hát ott nincs, de hogy megnyitod az appot. Már rögtön. Hát nem mindig. Nem mindig. De... Azért mondom. Igen, nekem az... Én nem értem, miért zavarja az embereket. Hihetetlen. Mert igyek, nem kell élénynek lenni. Itt vannak a kódjárosok most is a chatben. Bárkinek lehet applikációja. Így van. Van rá 10% kedvezmény, csak mondom. Az appon belül. Az appon belül kódjárosokat kell keresni. Ott bárkinek lehet applikációja. Nem irigykedni kell, dolgozni. Let's go. Ennyi. Pontosan így van. Igen. Ezek, de ez komolyan, mekkora zsírben. Ez zsír is. Egyébként az app felhasználóknak más előnyei is vannak tegnap óta. Valaki észrevette, valaki nem. Jó. Érdekes. Én csak Igen. mondtam, hogy amúgy más előnye is van annak, vannak, hogy használjátok az appot. Vannak. Tegnap óta csak valaki észrevette, valaki nem. De valaki észrevette notification nélkül. Azonnal. Az első percben észrevette. Azért, mert használják az applikációt. Igen. Bizonyám. És csak egy rövid ideig. Igen. Publikus, micsoda? Figyelj, Döglethintaló, azért nem feltétlenül publikus úgymond egy ilyen applikáció, mert és szerintem a kódjárd az, aki a legjobban meg tudja ezt mondani, annyira specifikus az app. Egyedi. Tehát egyedi. A fejlesztés attól függően, hogy milyen applikáció, ez tökéletesen az igényeit határozzák meg, árajánlatot kell kérni erre. Egyébként. Ez így van. Ez olyan, mint a Tetkó szalonokban, tudod, ez a teli hát mennyi? Hát ilyen tóliget lehet mondani, de az is olyan, attól függ tényleg, hogy mik az igények. Igen, abszolút. Úgyhogy ez mondom, azért a tetkósak jutnak eszembe, mert ők mesélik ezt a legtöbb sztorit, mikor kérdezik, teli hát mennyi, teli kor mennyi. Hát igen, és így, attól függ. És így visszakérdez az ember, és hát, mi lenne rajta? És erre a válasz? Le tudnád írni, hogy pontosan mire gondolsz? Tehát, hogy mit kellene megosztani íz ötletéről? Hát, hogy mi lesz rajta? Színes, nem színes? Nem az már. Érted? Mondjuk, hogy egy kurva nagy, mit tudom, egy vonal, akkor lehet, hogy nem ugyanannyi, mint ugye. Igen. Na mindegy, ez ugyanúgy, mint a webfejlesztés. Persze. Satöbbi. Tehát olyan ez, azért nincs erre konkrét válasz, mert ez olyan, mint hogyha elmennél egy autószerelőhöz a rossz autóddal, és megkérdeznéd tőle, hogy mennyibe kerül megcsinálni. Igen, pontosan. De még mielőtt megnézi, mondja meg, mert neked fix a pénzed. Mennyi? Nagyon nehéz, nagyon specifikus dolog ez. Annyit mondaná, hogy néha kattog. Igen. És hogy mennyibe kerül amúgy megcsinálni. Igen. Szóval ez olyan, hogy ilyen apró feature-ök, tehát ilyen apró cseprő feature-ök, ha azt mondtuk volna, hogy kerüljenek bele az abba, az már teljesen borított volna mindent amúgy. Uh-huh. Föttög. Lefetyel. Igen, ez van. A VR app kinek az ötlete volt? Na, specifikus a kérdés. Itt nem tudom, hogy mire gondolsz. Tehát, hogy ki mondta először, hogy kéne egy applikáció? Kinek az ötlete volt? A fene se emlékszik erre, megmondom őszintén, Péter, azt tudom, hogy nagyon régen beszéltünk Pistivel erről. De az, kurva az ötlete régen. Volt, a fogalmam nincs. Tehát ez annyira rég volt már. De ez inkább... Ez még a fan applikációkat, amikor csinálták azt a fan appot, amiről beszélünk. Igen. Az előtt gondolkoztam mi is már rajta Pistivel, aztán úgy elengedtük ezt a dolgot. Igen, úgy gondoltuk, hogy így nem, és akkor most jutottunk el addig, hogy megint előkerült ez az ötlet, hogy talán most már lenne értelme. Igen, akkor tényleg nem sok értelme volt amúgy. Igen. De most már van értelme. Igen. Mi is látjuk. Nem tudom. Az biztos, hogy egy nem nagy közönség kell ahhoz, hogy működjön egy app, erre már sokszor beszéltünk veletek, hanem borzasztó aktív közönség kell, itt most nem a chatre gondolok, borzasztó aktív közönség kell ahhoz, hogy működjön egy applikáció, és úgy gondoltuk, hogy... Igen, mondjuk szerintem amúgy összességében, mikor újra elővettük az ötletét, az Pisti ötlete volt. Mert te láttad azt a fan appot, a menetrend appot, és azt igen, tetszett igen, neked. Igen, ami az iOS-en volt menetrend app, azért, ez nagyon érdekes, srácok, és szerintem így üzleti modellek tekintetében, vagy új ötletek tekintetében talán hasznos lehet valakinek, hogy én általában olyan ötletekkel szoktam előhozakodni így Janinak, amik nekem úgy tetszenek, hogy én elkezdem használni, és én azt a menetrend appot elkezdtem használni. Igen. És azért mondtam, hogy bazzeg, amúgy ennek hivatalos formában egyébként lenne szerintem értelme. De
akkor már mi lehetne még benne, és akkor ugye elkezdtünk beszélni, letelni, hogy, hogy lehetne ez az app nem csak egy menetrend, nem csak app, egy menetrend, hanem hasznos dolog. Így van. Úgyhogy valahogy így alakult ki az egész. Igen, nagyon sokat segített nekünk az, hogy, és ez nem a nézők hibája abszolút, hogy a különböző csatornákon csellengő nézőknek fogalma sincs, hogy mi történik. Tehát aki bekommentel, bazzeg a... Tehát ilyenek kattogtatták az agyamat, hogy aki bekommentel egy reakció videónkra, hogy egyik vagytok most már geci, akkor így ülök, hogy... Kimaradt egy pár info. Érdekes, ez elmennek mellette a dolgok. És így mit lehetne tenni azért, hogy ez ne így legyen? Tehát, hogy tudjátok, nem az, hogy beírjál, tehát, mert ugye az nem megoldás, hogy minden ilyen embernek írsz egy választ, hogy olyan hülye vagy, mint a faszom. Mert ez nem a jó hozzáállás. A jó hozzáállás az, hogy megpróbálsz egyre több eszközt ilyen így adni, hogy hát, ha sikerül valahogy így tájékozódni arról, ugye mi egyébként más dolgot is csinálunk. Igen. És akkor ez az egyik ilyen volt, hogy hát, ha emiatt átmegy, mert gondoltuk azt, hogy az app megjelenésének azért lesz valamennyi ilyen hátszele a média és egyéb dolgok miatt, és hogy eljut azokhoz az emberekhez, akik amúgy kíváncsiak rá, csak nem tudják. Ja, igen. És ez szerintem... De nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam, legalábbis én láttam. Is. És ez tényleg működik. Hogy ennek ők nagyon-nagyon örülnek, mert tényleg nem tudták megkövetni. Így van. Meg nincsen Twitter, meg nincsen semmi, és én is balzasztóan örülök annak, hogy van haszna ennek a dolognak. És tényleg én is azt látom, hogy az elmúlt két napban, és szerintem majd, ha előre megyünk, ugye a sok visszajelzés alapján mi is tudunk a továbbiakban is úgymond konstruktívak lenni az appal kapcsolatban, hogy mindenki, ha valami nagyon-nagyon jó ötletetek van, akkor nyilván az el fog jutni hozzánk. De jó látni azt, hogy tényleg hasznos, és van akinek. Mert azt tudjuk, hogy nem minden nézőnek lesz ez hasznos nyilván, de azért hangsúlyoztam ki, vagy 30-szor, hogy akik szeretnének minket nap mint nap követni, azok nem nagyon hasznos. Igen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy olyan dolog, amit érdemes volt megkockáztatni. Mondjunk. Meg vagy örülve, mondjunk. Pisti, miért beszél mérgesen? Nem is beszéltél mérgesen. Nem. Beszéljek mérgesen? Most ezt nem értem. Na mindegy. Csak most ezzel röhögtem itt magamban. Amúgy nagyon sok minden van még az alkalmazással kapcsolatban, amit még ilyen kis pici hibajavítások, meg ilyesmik. Uh-huh. Ilyen a hangja, igen. De... Nekem. De már tényleg nekem is van egy csomó ötletem, meg gondolatom, amit ilyen kis apróságok, amiket lehetne javítani. Tegnap egyébként a Codestreamben is beszéltem nektek, hogy amit én nagyon szívesen látnék, az mondjuk a menetrendnél egy ilyen swipe, cucc, hogy ne kelljen tudod a napokra rányomni, igen. Mert az annyira kényelmetlen, mert Isten igazából belegondolsz, pont azért vettük ki az egész alkalmazásba a swipe lehetőséget, hogy a menetrendbe leessen. Igen. Szóval végül ez még nem került bele, de nem baj. Majd belefog. Majd. Persze. Majd. Idővel persze. Majd változik, ugyanúgy, hogy az összes applikáció, és igen, majd szépen igen. Fejlődik. Folyamatosan a ti igényeitek, azok figyelembe lesznek mindig véve. És ez van. Így van. Úgyhogy nézzük, de azért túl sok mindenre nem akarjuk leterhelni a kódjárdosokat, mert így van mit csinálniuk. Ja, persze. Úgyhogy pénzt is kell keressenek. Azt is kell keressenek, így van. Így van. Ez ilyen. Hogy számadatok vannak a letöltésről? Pontosan. Tegnap este, mikor egyeztettem a Imivel, a kódjárdos Imivel, akkor azt mondta nekem, hogy 65 ezer regisztrált eszköz volt. A pushra. Igen. Ez tegnap volt 6 órakor, mielőtt kezdődött a stream. Én nem vagyok regisztrálva a pushra, csak mondom. Na, tessék. Tehát ez azt jelenti, hogy annyian állították be, hogy kérnek annyira, push notification. Annyian kértek push notification, szóval Isten igazából a végleges számot elméletileg már ma, vagy legkésőbb holnap kellene lássuk. Igen. Hogyha kíváncsiak vagytok, mondom most oké, hogy az apról beszélgetünk, de tudjátok, mindig próbálunk elmondani mindent nektek. Én megmondom őszintén, amikor Janival beszéltünk erről, és kíváncsiak voltunk így a fejlesztés közben arra, hogy vajon, miről van szó, mert ugye itt a szerver hátteret ugye meg kellett határozzuk alapvetően, ugye, tehát itt tehát a havi költsége ennek az applikációnak, ez azon múlik, hogy hányan használják. Igen. Ugye, és próbáltunk belőni valamit, tehát próbáltuk túllőni nyilván az elejét, stb., de nyilván van költsége. Én azt mondtam Janinak, talán novemberben, vagy decemberben, hogy nekem az ilyen plafon
az ilyen 30 ezer letöltés, és szerintem, és emlékszem, azt mondtam neked, hogy a 30 ezer letöltés, ez összeszarom magam. Igen, igen. Úgyhogy ez sikerült így túl teljesíteni, és ennek borzasztóan örülök, azóta már 70 ezer. Köszi szépen, és mondom, ez nem az összes letöltés. Én nekem ez volt, tehát hogy tudjatok arról, hogy így nagyjából nekünk fejben hol vannak ezek a dolgok. Igen, igen. Én oda raktam. Igen. És talán én meg nem is emlékszem, valami olyasit mondtam, hogy ha 10 000 ember fogja használni. Igen, igen, igen. Tehát igen. Úgy, hogy használni. Tényleg, én ezt a letöltésre mondtam. Akkor nagyon fogunk örülni neki. Igen. Nagyjából ez volt a... Meglátjuk, hogy mennyi lesz a vége. Igen, ez volt. Úgyhogy igazából azt mondom, hogy mi örülünk, mert ez sikerült teljesíteni. Itt a kódjárosok erről többet tudnak mondani. Ha 70 ezer push regisztráció van, azokra feltételezhetjük, hogy mondjuk szeretnék használni az appot legalább értesítés szempontjából. Az egy applikáció szintjén az rengeteg. Szerintem is, ez nem kevés. Az nagyon sok. Az nem kevés. Igen, úgyhogy tényleg mi örülünk neki. De mivel hogy ugye ennek alapvetően más haszna nincsen, annak örülünk, hogy hasznos az app nektek is, és használjátok, mert ez igazából tényleg nektek szól ez az applikáció, senki másnak. Nem tudom. Egyébként Zoli, ezt lehet, hogy már most megvan a 100 000, csak mondom, nem látjuk. Igen, csak nem látjuk. Igen, igen. Nem látjuk még pontosan. Nem mondom, például én is olyan vagyok, aki nincs ebbe benne. Igen, ebbe a számba. Igen. De ha megvan a 100 000, akkor szólunk. Abszolút. Mert azért az durva. Mérföldkő lenne. Igen. Ja. A Facebook jobb, képzeld el, Pisti. Mármint minél? Nem tudom, de jobb. Valaki azt írt, hogy az jobb. Nagy jobb. Hát. Nem tudok mit csinálni. Lehet, hogy az hiányzik neki, hogy nem lehet lájkolni. Én elolvasom neked, tegnap kiírtam Twitterre, de most csak erre a kommentre reagálva, mert hogy egy kicsit mosolyogjatok így korán reggel. Én tegnap kiírtam Twitterre a karbantartást, hogy legyen világos, meg az abban is jelenjen meg, hogy lehetnek gondok. Tudod, ezt a jelenleg karbantartás alatt van az app, és egy kis türelmet kérünk. Erre érkezett egy visszajelzés nekem, amit mondok is, nektek pont Daninak jeleztem. Na. Ezt a dolgot. Várjátok egy picit. Már most hirtelen arra ment, de azt hittem, hogy egyből meg lesz. Lehet, hogy közben visszavonták. Nem hiszem. Szokott olyan lenni amúgy. Kurva medvés apra kapom, bazd meg a faszomat. Miért kellett megosztam a push notification-ek miatt? Shit! De legalább köszi szépen, hogy megosztottatok velem a pontszámaitokat, aranyosok vagytok. Én is egész sokáig jutottam benne. Na. A kokain medve videójátékot osztottam meg az emberekkel. Ó. Nagyon-nagyon király, én is játszottam velem a reggel. Én még nem próbáltam. Nem tudom, hogy mi ez a... Na mindegy. Valami, nem tudom, ilyen integető kezeket kapok, rettentő sokat. Igen. Igen, nem tudom miért. Lehet, hogy most regisztráltak Twitterre. Nem hiszem. Küldik neked az integető. Hello, Pisti! Nem. Mindegy. Ja, igen, itt van. Na. Tehát azt kaptam, elnézést kérek előre is a szemétől, azt kaptam arra, hogy karbantartás alatt van az applikáció. Igen. Hogy, tehát olvasom, szó szerint idézem, erre egy válasz jött, hogy érdemes megnéznie mindenkinek az invite menüpont alatt a játékban. Nagyon fasza lett. De ez mi? Ez mit jelent? Menjünk tovább. Ez mit jelent? Nem tudom, így reggel így ezt így elolvastam, aztán így néztem Danit, hogy... Nem, jó. Nem tudom, mi volt. Jó. Hogy jó. Jó, és kész, menjünk tovább. Oké, ezeket csak így megosztom, hogy legyen szórakoztató nektek ez a dolog, és hogy integessetek. Ennyi. Fasza. Az app kérte, hogy küldjünk kezet, ha megjött az értesítés. Nekem Twitteren? De miért nekem Twitteren? Hát de most hol tud? Máshol nem tudnak. Miért a... Máshol nem tudnak, akkor azért. Akkor azért, köszönöm. Na, jó van. Köszönöm, aranyosak vagytok. Király. Akkor ezért van 132 komment a kokain medvés posztomon. Most jött egyszerre 10 push notification. Amúgy nekem is jött valami. Egyszerre 10? Hallottam a tűr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 ű
kapottátok, amikről lemaradtatok tegnap, ennyi. Ez a szerelem jele. Igen. Küldünk még egy 11-et is. Igen. Amikor nincs értelme egy 10. szendvics
után még egy 11-et is becsomagolni a gyereknek, mert annyira szereted. És tényleg nagyon sok érdekes. Mert úgysem tudja. Nézzétek! Ez van. Teszteljük a rendszert. Mondom, működik. Ez a szeretet jele, srácok. Minél több notification-t kaptok, ez annál több szeretet a mi részünkre. Így van. Amúgy onnan lehet tudni, hogyha valaki csak 10-et kapott, ő már azért viszonylag régóta itt van, aki 20-at kapott, hát nem igazán töltött el az alkalmazást az első nap. De lehet, az összeset most kiküldte az app egyszerre. Igen. És tudod, most elképzelem a kódjárdosokat, hogy így mi a fasz történt, bazd meg, hogy miért kaptuk ennyi? Ja, én ezt úgy képzeltem, hogy így... Valószínű, amúgy... Valószínűleg ők nyomták meg, ez valószínű, valami történt, igen. Igen. Én egyet se kaptam. Na most kapcsolják a push notification-t az emberek. Most. Köszi szépen, ennyi volt. Köszönjük. Igen. Ez van. De most már rendben lesz, remélhetőleg. Remélem, most már minden ma ez a cucc, mert ugye tegnap... Beáll a rendszer. Tegnap kaptuk a kedves visszajelzéseket ezzel kapcsolatban. Na, letöltöttem, geci, nem is működik. Ugye ez volt a lényeg. Én nem szoktam, nem tudom. Én például ezekkel a push notification-ökkel kapcsolatban mindig úgy vagyok, hogy kérdezik tőlem, hogy de hogy én miért nem használok push notification-t, meg érted, mert mindig mondom, hogy én nem használok soha. Uh-huh. És az emberek nem értik. Hogy de hát akkor hogy értesülök a dolgokról? Meg megnézem. Meg hogy? Hát mondom, megnézem, meg mondom, nekem nem jó az, mert ugye én egész nap streamben vagyok. Igen. Nem jó az, hogy... Live-ba kapnál. Igen. Nekem nagyon kevés dolog van, amiről értesítés jön. De nem használsz a fókuszt, mint a régen használtad volna. Én azért nem használom a fókuszt, mert ugye hiába próbáltam a fókuszt, csak rájöttem, hogyha benyomom a fókuszt, ugyanaz történik, mint ha nem. Mert ugye már eleve letiltottam minden a push notification-t, hogy ne zizegjen egész stream alatt a telefonom, mert amúgy ott szokott lenni előttem, hogyha valaki amiatt hív, hogy valami nagy gáz van, akkor azt azért felszoktam venni, és hogy így ne ez legyen egész stream, viszont még ti is hallanátok, hogyha megállás nélkül zizegne a cucc. Úgyhogy én nem szoktam használni ilyen push notification-t már nagyon régóta. Én nekem nem sok mindenről jön. Nekem ez e-mailről jön, SMS-ről jön. Talán YouTube csatornákról jön, akiket követek. Nekem két YouTube csatorna van, aki be van csengőzve, de azokról nem jön. De nekem is úgy jön, hogy egy nappal később, vagy... Nekem soha. Igen. Nekem soha. A YouTube-nak nem működik a push notification, ez van. Nálunk megy. Nálunk 10-szeresen megy. Hogy valljam be, azért jó érzés lenne a sok rezgés. Somiról lehet, hogy jó érzés lenne, és tudom, hogy az emberek nem tudják ezt pontosan feldolgozni, mert nincs is honnan, és nem is baj, de ha én minden push notification-t bekapcsolnék a telefonomon, akkor valószínűleg ilyen délre lemerülne. Csak a rezgéstől. Mondjuk, igen, azért meg kell szűrni. Rohadtul meríti az eszközöket a sok push notification-t. Én sokat kapok. Sokat. Igen. Hogy UTP kábeles easter egg nem lesz az abban? De mik ezek a kérdések? Nem tudom. Nem, és málnáspítés nem lesz? Vagy esetleg egy ilyen májas hurkás, evős. Igen, és honnan tudod, hogy nincs? Igen. Vagy egy napra forgó Tenin Pistve egy, nem tudom, egy lépcsőn. Igen. Olyan is lehetne, nem? Igen. Nem tudom, azért ennyire nem gondoljuk. Honnan tudja, hogy nincs? Amúgy jó kérdés. Biztos, hogy mindent megtaláltatok? Jaj, Istenem. Igen. Én nem hiszem, hogy mindent megtaláltak az emberek. Szerintem se. Arról tudnánk szerintem, ha mindent megtaláltak volna. Igen. Bálintemben most belenyúltál, de ne foglalkozz vele. Jó, akkor van, aki megtalált egy részét. Jól van, akkor ez az. Keresgessétek nyugodtan. Én úgy tudom, hogy azért van olyan, amit csak nagyon kevesen láttak. Van. Amúgy erről nincsen statisztikánk, mi? De nem. Vagy van? Nem is kell. De kíváncsi lennék csak, hogy itt a lényeg a misztikum, Jani. Az, persze. A misztikum a lényeg. Tehát az, hogy tudod... De nem az, hanem, hogy nekünk tudod visszajelzés, hogy lássuk, hogy hányan találtam meg bizonyos easter egget, csak azért. Én nem akarok tudni róla. Pedig amúgy én kíváncsi lennék. Szerintem, mindegy, igen. Na jó van. Lehet, hogy még az is van benne, Lacika. Nem lehet tudni. Honnan tudod, Recsike? Még benne sincs a menetrendben. Igen, azon én is meglepődtem, hogy van, aki megtalálta az összeset.
Van. Kinek van, neve maradjon homályban. Így van, valaki de van, aki megtalálta. Egy nap alatt. Organikusan az összeset, tehát úgyhogy nem elmondták neki, hogy hogy kell. Azért vannak ilyen nagyon komoly easter-ek kereső emberek. Igen. De kevés. De kevés. Én egyről tudok egyébként, de biztos több van. Aha. Meg ő már elmondta másoknak, mert gonosz. Én már a helyében megcsináltam a YouTube tutoriát. YouTube tutoriát, tényleg? Hát mert hát úgy kell. Mennyire tudom. Jó lenne. Mutatom nektek a VR app easter egg-eket. Lehet, hogy lesz ilyen is. VR app easter egg tutoriál videó. Nekem meg kéne videót csinálni ezeknek a review-iról. Tehát ugye review-kat kellene készíteni. Boz, mennyire durva lenne. Úgy képzeljétek, már be van tárazva a következő reakció vidi. Nagyon durva lesz. Azt most mondom, nagyon igen. Tetszett az ötlet. Igen. Egyébként ezt akartam mondani, hogy Dani fejéből pattan ki az összes ilyen. Így van, ez mind Dani amúgy. Nem, egyébként nem. De a nagy része, igen. Meg egy nagy része a közönség. Hát meg egy nagy része a közönség is, de a nagy része Dani. Tényleg, igen. Komolyan. Igen, és rettentő ötletei vannak egyébként ebből a szempontból, úgyhogy it's on. Igen. Jó lesz a következő. Tényleg, az egyik easter eggről nem volt szó a tegnap esti streamben? Nem. Hogy lehet, hogy érintetted azt a zónát. Nem érintettem. Nem? Már hamarabb vége hamarabb volt? Vége volt. Hamarabb vége legyen volt. Legyen elég akkor ennyi. Legyen elég akkor ennyi. Igen. Azért mondom, hogy izgalmas, mert igazából a community-t azért mozgatja ez a dolog, és ezt jó látni. Egyébként. Mármint az applikáció maga. Hogyne. Meg úgy minden. Most szerintem egy kicsit sok volt egyszerre ez a sok minden. Igen. Hát nem tudtuk ezt úgy tervezni, megmondom őszintén. Most nem akartuk eltönni az appot egy hónappal. Emiatt. Igen, de most egy kicsit, de most egy kicsit sok volt így egyszerre minden, srácok. Nekem legalábbis. Nekem is. Túl sok minden történt. Őszintén, hogy nem tudom, hogy ennek a hibája-e, vagy ugye a végtelen kiégésem, de én nem is tudtam olyan nagyon külön-külön megélni ezeket a dolgokat. Sok minden. Mert annyira sok minden történt. Nem, mert majd utólag feldolgozzuk. Majd utólag feldolgozzuk. Én amúgy, pont most, hogy mondod, de én még mai napig nem hiszem, hogy megvettük az irodát. Tehát, hogy igen, én sem. Az is megtörtént. Uh-huh. Igen. Igen. Mondom, múltkor beszéltem valakivel, hogy mondta, hogy nem hiszem, hát folyton csak rólatok írnak mindig. Mondom, 4 napja folyton? 4 napja, igen. Jó van akkor. Mondom, ha eleged van, akkor mondom, szerintem töröld le az applikációt, jobban jársz hosszatában, vagy ilyesmi. De ez van. Nehéz így külön-külön megélni ezeket a dolgokat, meg egyáltalán, mert ugye mindig van valami következő dolog. Igen. De most egy ideig nem lesz, szerintem. De hogy nem. Lesz? Lesz, hogy lesz. Hogy ne lenne? Ja, jó. Minden is lesz. Csak azok már, tudod, azok neked már ilyen olyan dolgok, hogy ilyen, ja, hogy nekem már olyan, mint felkezd az reggel, az finga szét az első órába. Ez ilyen. Ja, Isten. Várunk a nézettség növekedést az app után? Nem. Na, erre nem tudnék így erre azt mondani, hogy nem. Én nem várom. Mert ugye több emberhez eljutnak a tartalmak, szóval, hogy... Nem tudom, én úgy álltam ehhez hozzá, hogy ez az app azoknak szól, akik néznek minket. Amúgy alapvetően ez így van. Szóval azokhoz nem tudsz szólni, akik nem de néznek. Az, hogy mondjuk több emberhez eljutnak a gondolataink, vagy az infók, a fontosabb infók, abban szinte biztos vagyok. Uh-huh. Én ezt várom tőle. Igen. Hát nem hiába van. Igen, Prefektornak egyébként igaza van. Tehát én nem azt mondtam, hogy nem lesz. Ja, várom. Én azt mondtam, hogy én nem várok. Hát egyáltalán nem. Igen. Én meg azt, hogy mondom, szerintem ez benne van. Hát ez attól függ, hogy mire gondolod. Nem feltétlenül a videók nézettsége fog nőni, hanem az, hogy mondjuk jobban eljut az információ, amit mi közlünk. Igen, mindennapokban. Meg talán a streamekkel kapcsolatban. Lehet, hogy live-ban többször benéztek majd, mivel hogy up-to-date-ek lesznek abban, hogy mikor van happy hour. Több emberhez eljut így a menetrend. Amúgy, igen. Az szinte biztos. Igen. És akkor által megjön valakinek a kedve. Igen. Nézze, 300 ember nem sokszor van happy hour-ben. Ez is igaz, de nem de azt lássuk, hogy elég ritkán van ilyen happy hour, mint most. Igen. Hogy konkrétan semmiről se beszélünk. Hát az alkalmazásról, igen. Jó, igen. Igen. Tehát, tehát ezt már megfigyeltük Jannival egyébként, és milyen érdekes, és szerintem ti is láttátok, hogy ezek azok a streamek, gamingnél is, tehát hogyha videójáték stream van, uh-huh. és így valami gebasz van, és csak így dumálunk a semmiről, akkor vannak a legtöbben. Amúgy igen, de annyira sokan, hogy így volt, hogy duplázódott a nézettség, mikor beszart a stream.
Igen, igen. És utána elkezdtem dumálni, hogy vajon mi lehet a gond. Ez nagyon jól lehet megfigyelni. A multiplayer streameknél is ugyanez van. Igen. Sokkal többen vannak a beszédeknél. Igen, amikor dumálsz két meccs között, vagy a felvezetésnél. És utána így elkezdődik a játék, és így... Pontosan. Viszlát. És a happy hour-ben is az van, hogy a happy hour-ben is, hogyha magunkról beszélünk, vagy rólatok, vagy arról beszélgetünk, hogy beszélünk valamiről, tehát a semmiről van szó, az én olvasatomban, akkor sokkal többen vannak. Ja. Ez egész egyszerűen egy ilyen érdekes jelenség a Twitch-en. De sokkal személyesebb akkora. Vagy lehet, hogy arra várnak ilyenkor az emberek, hogy hát, ha lesz szó valamiről. Ja, igen, vagy a drámát keresik. Amikor meg szó van valamiről, akkor meg leszarom. A drámát keresi mindenki. Mindenki igen. A drámát keresi. Milyen drámát? Hát az, hogy valami tönkre megy. A múltkor már megpróbáltak megkéselni a fókuszcsoportos reggeli műsor, miatt ugye itt a mi reggeli műsor van. Ja, igen. Nem tetszik a hangod? Vagy a hang nem? Vagy nem tudom. Most is mérgesen beszélsz. Próbáltak piszkálni, hogy itt legyen beef. Nem lesz. Legalábbis a részünkről. Miért van ilyen hangja Janinak? Ez az. Miért mérges Pisti? Igen. Ránk szoktak nagyon mérgesek lenni az emberek. Aztán utána még mérgesebbek lesznek, hogy leszarom. És utána már nagyon mérgesek lesznek, hogy leszarom. Hát na. És utána elmúlik. Egy időre, nem végleg. Igen. Nem végleg. És na, ilyen van, de ennyi dráma szokott minket érni. Nem, de amúgy alapvetően, hogyha így magunkról beszélünk, vagy ilyen személyesebb témákat érintünk, az biztos, hogy több ember van itt. Uh-huh. Azt mi is látjuk. Igen. Furcsa ez. Érdekes egyébként figyelni ezeket a statisztikákat. Pont a múltkor beszéltük Pistivel, hogy Isten igazából ezeknél a streameknél nem több ember van itt, hanem több ember marad itt. Igen. Csak ez nem ugyanaz amúgy. Igen, tehát hogy nem tudom, hogy gondolkozott már közületek-e valaki azon, hogy ez hogy működik. A múltkor ugye pont erről beszélgettünk Janival, hogy gondolkoztatok már azon, hogy amikor valami izgalmas történik mondjuk egy videójátékban, mondjuk például, mit tudom én, a final boss-szal harcol az ember, vagy valami nagyon vicces történik, vagy valami multiplayer meccs nagyon izgalmas, akkor elkezd felfelé menni a nézettség. Uh-huh. A pillanatnyi nézőszám. Gondolkoztatok már ezen? Hogy ez hogy van? Hát, elkezdenek igen. Az emberek szólni egymásnak, hogy nézd már? Vagy mi a faszom? Tehát ezen gondolkodtatok már, hogy ez hogy a faszomban van? Ne, én ugye elmondom, hogy hogy van, csak hogy, mert annyi ilyen van, mi is agyaltunk sok ideig rajta, mert a boss fight izgalmas, de hogy kezd el egyre több ember lenni? Így megérzed, hogy lehet, hogy izgalmas boss fight van, gyorsan ránézek a streamre, vagy ez hogy működik? De azért persze, egyértelmű, botok. Botok, igen, igen. Igen. Igen, igen. Ott vagyok a háttérben amúgy, tehát úgy van, hogy Pisti és Balázs ül bent, és van egy harmadik asztal, és néha oda bemegyek, az a bot asztal. És ott benyomok egy gombot, és akkor megy fejebb a nézőszám. Igen. Nem, itt valaki írta már. Valaki írta már, sőt, már most már többen írjátok. Tehát igen. Gyakorlatilag arról szól, hogy egy stream, ahol mondjuk van 2000 néző, az nem azt jelenti, hogy 2000 ember így ül, és nézi a műsort. Uh-huh. Az nem azt jelenti. Ugye mi látjuk azt, hogy hány néző volt a streamben. Egy 2000 néző streamben esetenként megfordul 15-30 ezer ember. Igen. Ezek, tehát az a pillanatnyi nézőszám, ami ott van, ami így mennek el emberek, jönnek emberek, mennek el emberek, jönnek emberek, ti meg látjátok azt, hogy éppen hányan vannak. És amikor izgalmas dolog történik, akkor jönnek több emberek, ember, de nem mennek el de emberek. De nem mennek el. És annyira, kevesebb igen, ember megy igen, el. Igen, igen, igen. Pontosan. És azért nő a nézettség. Amúgy. Ezért olyan fura ez. Egy bozasztó nagy a fluktuáció a nézőknél, és ez lassul le, amikor izgalmas dolog történik a streamen, vagy hantázunk itt a reggeli műsorba, ez egyébként egy olyan happy hour, ami nem egy általános happy hour, uh-huh. Mert nem ezzel szoktuk tölteni az időt, csak ha már applikáció, és ennyi. Tehát lelassul a fluktuáció. Többen maradnak ott. És aztán, amikor ugye megtörtént a dolog, akkor megint elkezdődik. És aztán megint eltűnik. Igen. Pontosan így van, ja. Igen. Szóval ez is olyan, hogy általában, nem is tudom, tehát például így statisztika alapján, ami lehet érdekes, nektek? Reflektor, valószínűleg ezért van, mert hogyha valami nagyon izgalmas dolog van, akkor még egy böngészőben megnyitod a streamet. Igen. Tehát tegnap például Jani esti COD streamjébe, ami tartott 3 óra 50 percet, ott a maximális nézőszám az 2700 volt, uh-huh. 2735, az átlagos nézőszám az 2189 volt. Tehát uh-huh. az volt az átlag, amit láthatod, hogy 2100 ember nézi a streamet. 39175 ember volt a tegnapi streamben. Igen, tehát 39 ezer ember benézett. Értitek? Igen. Csak annyi hogy maradt ez hogy ott. Van? Annyi maradt ott. Tehát pillanatnyilag annyi ember, igen. De összesen annyi jött és ment.
Értitek? 39.175 ember volt abban a streamben, aminek 2189 volt az átlag nézőszáma. Így van. Mert jönnek, mennek. Így van. Ez van. Hát vagy botok, igen. Húgy. És összesen 688 ember csetelt. Igen. Ezek közül, akikből garantálom, hogy 400 ember csak köszönt, hogy hello. Valószínű amúgy. Jó, hát a multiplayer streameknél amúgy is ez van. 39-ből 35 ezer bot. Igen. Hogy bot? Hát botok, botnézők, tudod. Botnéző. De ez honnan jön? De ez amúgy, erre amúgy akartam kérdezni, nem tőle, mert ő is bot, de úgy egyáltalán, hogy ez a bot dolog, ez honnan? Tehát vannak olyan, most komolyan én tudjátok, milyen vagyok, tehát vannak olyan streamerek, akik botoznak? Vannak, ha hogy a fenében ne? Van. De miért? Van. Főleg az ilyen kisebb streamerek, hát hogy felbusztolják a számaikat. De és mikor abba hagyják? És gondolod, meg lesz az affiliate nekik. Ja. És utána nem lesznek előrébb amúgy, de vannak ezek. Gerúrva. Csak hát már ezeket már nagyon ellenőrzik, én nem tudom, hogy lehet-e még csinálni ilyet. Én sem tudom. Nem tudom. De persze, hogy fék, hát az egész fék. Jó, de hát attól nagyobb fék nincs, amit én küldtem neked valamelyik nap. Mi? Hát ezért csodálkozunk. Hát valaki baszki a YouTube videót nézi a Hogwarts Legacy-ba, érted? Ja, igen! Mert úgy, tehát azt streameli, hogy néz egy gameplayt. Srácok, azt hittem beszarok, ez egy klip volt, valaki... Várjál, lehet, hogy eltudom. Megvan? Hát Facebookon küldted, nem? Jaj, tényleg, igen. Megnézem, nagyon vicces. Ez kész, megmutatjuk nektek, ez beszarás. Nem, megint csak, tudjátok, ezzel szoktam takarózni, mint a Linuxnál, ez megint csak a Reddit szüleménye, ez az egész dolog, hogy minden... Ez az? Nem ez. Hanem az, hogy valaki nagyot megy a Twitch-en, és egyből azt mondják, hogy botozik. Érted? Mert az emberek nem tudják elképzelni. Nekünk sose volt erre szükségünk. Hát soha nem volt szükségünk erre. Hogyha valaki kíváncsi arra, hogy még mindig miért megy így, ahogy Cat Mario. Vagy, ahogy a nézők 99%-a hívja, Mario Cat. Ezt sem tudom, hogy ez hogy lehet. De ez van. Mario Cat. Ennyi. Emiatt vagyunk még mindig itt. Ez olyan, mint Balázsnak a Headover. Az Mario Cat. Vannak ilyen emberek, igen. Várjál, keresem. És nem az Isten, még véletlenül sem sikerül. Na mindegy. Úgyhogy nem, amiatt vagyunk még mindig itt annyian. Történt egy robbanás akkor a csatornában, ahol egy nagyobb közönségre tettünk szert, és ez utána arra van, sikerült ráépíteni azzal, hogy próbáltunk szórakoztatni nagyon erősen, amennyire csak tudtunk. És mi már úgy érkeztünk Twitchre, hogy akkor volt ilyen 3-400 ezer feliratkozunk YouTube-on, tehát már úgy jöttünk Twitch-re, hogy már akkor nagy volt a live nézettség, 650 nézővel is nagyon nagy volt a Twitch csatorna egyből. Rögtön, igen. Semmit, igen. Tehát nem kellett botozni. Nem. De van, akinek biztos kell, csak én nem látom értelmét, hogy az miért jó. Azt akartam mondani, hogy a Cat Mario után, hogy elkezdünk normális dolgokat csinálni, igen. És Isten igazából egyre jobban lejjebb ment a nézettség. Azóta is zuhanó repülésben vagyunk. Igen, nem tudom, hogy ezt hogy kell megmutatni úgy, hogy ez nagy képernyős legyen, Jani. Így? Hát, valahogy így mutat így. Meg az ember. Várjál, megmutatom. Búbbázz meg, mert ilyet sem nagyon mutattam még. Igen. Hát ez meghalt, TikTok, csak nem lesz hang. Nem baj. Nem a hang a lényeg. Icehagok osztotta ezt a dolgot. Megpróbálom megmutatni nektek, nagyon kicsiben látszódik, de tudom. Ez az a lényeg, hogy a srác is streameli, hogy játsza a Hogwarts Legacy-t. Ott ül a jobbásosokba. Ahogy látjátok, és akkor... Hopp, bejött a reklám. És amúgy nem halljátok, de ezután folytatódik, és mondja tovább. Na jó, semmi gond, menjünk tovább, a questeket csináljuk. Most már húzni kell a karit, nagyon jó ezek a meszkó fiúk. Igen. Na, ez már azért next level, de legalább tényleg, de nem is az, hogy oké, ne várjuk el tőle, hogy vegyen egy YouTube prémiumot, de az is jól lett volna, legalább egy adblockert rakott volna fel, érted? Nem. Igen. Nyomatja a gameszkót. Itt most akkor én kitérnék erre a botos dologra, Jani, és tennék így ilyen kijelentést. Tehát követnek-e minket botok? Twitteren vagy bárhol? Amúgy? Biztos, hogy igen. Igen. 100%. Rettentő sok bot van az összes social platformon, a YouTube csatornára is van. A YouTube-ot is. Ugye, tehát eleve fizetős dologra nem szoktak a botok rámenni. Ami ingyenes, tehát Twitch follower, biztos, hogy YouTube van. Subscriber, Twitter follower, Facebook like,
Facebook? Lájkoló? Van. Instagram követő. Instagram is van, egyéb, igen. Van bot. Hogy a faszom lenne? Ez működik, ez darálódik, ez mint az állat. Ez biznisz valakinek, nem nagyon értem, hogy miért, de van. Tehát ilyen van. Meg lehet nézni? Van. Amit így kijelentésnek akartam tenni, mi soha a büdös kurva életben nem botoztunk semmilyen platformon. Nem. Előbb kezdem el a Pornhubon mutogatni a faszomat, mint hogy arra szoruljak, hogy botozzak. Nem botozunk, nem, egyáltalán nem. Nem csak le akartam zárni ezt a dolgot, mert van néhány ember, akinek meggyőződése tudom, egyébként, hogy tudom, ez így működik. És mondom, nem. Az biztos tudjuk, hogy... Nyulakkal fogok de tudjuk, közösülni. Hogy vannak bot követőink. Onnan is tudjuk, hogy régen ugye ez nagy, hogy is mondjam nektek, ilyen purge volt a YouTube-on. Emlékszel? Igen, nekünk volt olyan, igen, amikor így megtisztult. Amikor így amikor elvesztettünk, ez... vagy 40 ezer feliratkozót. Igen, mert ugye töröltek. Nem csak botokat, hanem ilyen nem aktív követőket, meg minden szart. És amúgy ez folyamatosan csinálja a YouTube, csak most már ez elméletileg, én úgy tudom, most már ez aktívan csinálja. Igen. Folyamatosan azért látod, hogy naponta leiratkoznak egy csomóan, ez nem biztos, hogy leiratkoztak, lehet, hogy csak a botokat törölték. Szóval ez benne van. Igen. Na mindegy, szóval ezt csak így ki akartam jelenteni, hogy mondom, állatokkal kezdenék el közösülni a nézettségért, a követőszámért, a pénzért, egyéb dolgokra lennék hajlandó, mint sem, hogy arra szoroljak, hogy saját magamat basszam át. Persze, hát ez teljesen nagy fasság lenne a részünk. Valószínűleg azok aztán... az emberek botoznak, akik valami végtelen módon szeretnének valamit csinálni, mert nem jók. Igen, igen, hát valószínű. Tehát, és azt hiszik, hogy pénzzel már elérik. Ezt nem lehet pénzzel elérni. Ezt nem lehet pénzzel elérni. Srácok, az internet végtelenül nép, mondjuk már őszinte. Az, hogy 1, 2, 3, 4, 5 év befektetett munka után sem követnek annyian, amennyien szeretnéd, az azért van, mert nem szeretnek. Ja. Nem utálnak, egész egyszerűen nem követnek az emberek, nem néznek aktívan, mert számukra nem vagy szórakoztató, nem vagy izgalmas, nem vagy érdekes. Az internet ilyen kurva szar ez, tudom, hogy kurva szar. Van, akinek nagyon sok időbe telik, ameddig egy nagy közönség elé kerül, ezért mondtam, hogy sok év, de ez van. Az internet ilyen. Megírják, hogy takarodj a faszomba, te rakás szar. Minden nap. Úgyhogy ez van. Felesleges próbálkozni ilyen kamu dolgokkal. Kitartónak lehet lenni. Azt lehet. Én igen. Nem azt mondtam. És lehet, hogy össze fog jönni, mert találsz magadnak valakin keresztül egy olyan közönséget, vagy éppen szerencséd van, vagy nem tudom, és mégis lesz valamilyen közönséget. Kitartónak lehet lenni, de ennek semmi értelme nincsen. Vagy az ember itt elkezd botozni, meg ilyen fasságokat csinálni. Nincs. Hát... Egyszerűen bekerülsz egy kalapba, egyszer oda kerülsz az emberek elé, és ha nem. Uh-huh. Ez van. Ez pontosan olyan, mint amikor ott vagy a szórakozó helyen, ott a lány, lerobban rólad a nadrág, megőrülsz, tehát egyszerűen azt mondod, hogy kész, ez kell. Tehát úgy kell, ő bocsánat, hogy úgy kell, hogyha ez nem lehet, akkor végem. Tehát ez a minden. Igen. Gondolkozol, elhatározod, próbálkozol, TikTok, betömöd az oknit, érted? Veszel BMW-s kulcstartót, felzselézed a hajad, vagy le, minden, felfújod magad, elmész gyúrni, amit el tudsz képzelni, mindennel bekészülsz, amivel első benyomást lehet tenni. Mindennel. Majd odamész, hogy hello, nem. És elmegy. És ennyi. Ennyi. És akkor mi ennyi. Van? Hiába próbáld, ez jó hasonlat. És akkor mi van? Elmen, bazd meg, mindegy a bot, mindegy a faszom tudja mi, mindegy mit írsz ki Facebookra, hogy megdugtad. Elment, kész. Ez nagyon jó hasonlat volt, Pisti, tetszik neked. Nincs mit csinálni vele. Elmondhatod az összes ismerősödnek, hogy fejen állva pörgetted a WC-be, és nagyon jó volt. Elmondhatod, hogy évekig éltettek a Bahamákon, de eleged lett belőle. Bármit csinálsz, akkor is elmegy. Ott hagy a gecibe. Ott. Vili? Ha nem tetszel neki, akkor egész este kemény marad. Egész este kemény marad. Senki nem. Ennyi, ez van. Igen. Nem, komolyan. Tehát ezek tehát, és ezt mondom, ezt a streamerekről mondom, nem rólatok. Nem szabad átverni magad. Vannak, akik benne vannak ezekbe, beleülnek ilyen hintákba, stb. Nem kell. Felesleges. Olyan dolgot kell keresni, ami működik. Uh-huh. Ezzel csak elbaszod az időt. Ez van, sajnos. Ez, nem tudom, nagyon...
nagyon fájdalmas dolog lehet. Engem nem basszant, hogy az emberek azt gondolják, tudod, hogy mindig valami csalás van a dolgokban. Az ember szereti ezt gondolni, tudod. Régen is így volt. Biztos protekciós. Biztos. Tudod, kik a szülei? Oda szóltak. Lehet, hogy volt egy világ, amikor nem lehetett máshogy. Ma már egy olyan világot élünk, ahol sokkal több lehetősége van az embereknek, mint akkor volt, és igenis meg tudod csinálni magadtól, csak hát geci ritka az ilyesmi, ez van. Most mit csináljak? Igen, igen. Ez van. És tök mindegy. Tehát őszintén, most tudom, hogy ez nagyon szélsőséges, amit mondok, de ha van egy kedvenc streameretek, akit 5 ember néz, és ő nagyon sikeres akar lenni a streamelésben, és ebből akar megérni nagyon jól, és megkér engem vagy Janit, hogy minden nap a délutáni stream után rédeljük be egy éven keresztül. Ha maradnak nála nézők, és tényleg sikeres lesz, akkor amúgy is az lett volna. Csak max több időbe telik. Igen, akkor lecsökkenjük az időt. Ja. Ha soha nem fut be a Twitch-en, akkor ettől se fog. Nem, egyszerűen nem fog. Max az időt tudjuk lecsökkenteni, hogy hamarabb rátalálnak az emberek. De nem tud szórakoztatóvá tenni egy embert csak azért. Ez olyan, sok lány így van az OnlyFans-el például. Hogy követnek 1500-an Instagramon, és hogyha akkor csinálják egy OnlyFans-t, és abban fog megélni. Aha. Nem. Aha. Hát kurvára nem. Nem. Az internet nem a valóság. Ez az egyik. A másik, higgyétek el, minden egyes OnlyFans-es témánál elmondom, van pornó. Lehet, hogy kíváncsi valaki arra, hogy a mobiltelefonoddal fotózod a seggedet, bazd meg egy fekete bugyiba, bazd meg, hogy vered magad a vizé, mondjad már a Mömax-os kanapén, de Max megnézik és csá. De ebből nem lesznek. Tehát ott is tartalmat kell gyártani. Ott is dolgozni kell. Ez se így működik. Pontosan így van. És a pornó, igen. Tehát néha úgy érzem, amikor ilyen lányok beszélnek ezekről, hogy így, tehát hogy ezt a mutogatom a picsám az interneten dolgot, ezt amúgy már ideje csinálják, csak mondom, hogy ezt így nem te találtad ki. Hát nem, nagyon nem. Vannak, akik teljesen más dolgokat is csinálnak az interneten. Bizony. A seggükkel. Tehát hogy így, ez így most nem. Van, aki, tehát egyszerűen az a baj, hogy az internetről úgy gondolkodnak, hogy mintha tudjátok így, nem is tudom, mintha tudod, így kiraknál a házad elé, mit tudom én, 30 almás pitét, ráírnád mindegyikre, hogy 1500 forint, és csak azért elvinnék, mert ott van. Ja, kár. Rád rohad! Kár, igen. Ott baszhatod a kurva életbe, még ingyen sem biztos, hogy elviszik. Nem így működik, az a baj. Kurva sokat kell sajnos dolgozni. Az a baj, Pisti, hogy a mai világ sokszor rácáfol erre amúgy. Látod, elég találni három ilyen nagy szimpet, és vége van. Tudom. Bocsánat, ezt nem mondhatom ki. Mit? Mármint, hogy a három szimpet? Nagy rajongót. Lehet, hogy kis szimpek. Ja, igen, igen, igen. Na mindegy. Ezek olyan dolgok, hogy tudod, ez a tipikus, nyitok egy kocsmát, mert mindig isznak az emberek. Igen, bazd meg, csak nem nálad. Hát igen. Ez van. Igen, igen. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog. És biztos, hogy emiatt van az, hogy ilyen dolgokra betemednek az emberek, hogy botozás és stb., mert nem hiszik el, hogy így működik. Pedig sajnos, de. És tudom, hogy kurva szar. Uh-huh. Igen. Vannak olyan emberek, akik nem éltek meg még kudarcot az életben szerintem, és amiatt van ez, hogy nem tudják elengedni. Amúgy lehet. Hidd el. Mert nem tudják, hogy mikor kell elengedni. Igen. És ez meg kell, szerintem meg kell élnie mindenkinek valamit, amit csinál, és tehát a folyamatát, hogy rájön, hogy geci, ez nem megy. És ennyi. Nem működik. Van ez amúgy nagyon nehéz ez, főleg először. Igen, mert az ember ilyenkor önmagát törj össze egy kicsit, de meg kell ezeket élni. Hát főleg, hogyha olyan dolgokról beszélünk, amire mondjuk éveket szánsz. Igen. És akkor utána kell elengedni, hát az a legnehezebb. Igen, hogyha nem élsz meg ilyet, akkor valószínűleg sokkal nehezebb ez a helyzet, és amiatt sosem magadba keresed a hibát, pedig érdemes. Igen. Igen. Ez a pozitív és negatív része is az internetnek. Az, hogy ilyen őszinte. Uh-huh. Ez van. Igen. Teljesen. Hogy le lehet élni egy burokba az életed úgy, hogy azt hiszed, hogy tudod, te vagy az, akinek anya mondott, és így úgy éled az életedet, hogy a visszajelzés a környezetedből érkezik. Uh-huh. Na hát az internet nem ilyen hely. Nem. Oda, hogyha kirakod magad, akkor gyorsan megmondják, hogy úgy nézel ki, mint a seggem kifordítva, meg stb.
Most azt gondolom, hogy az internet ilyen helyet csak, de nem azért. Hát az előadó művészet is ilyen, ez ugyanaz, igen. Vagy mit tudom én, színészet. Mikor először színpadra állsz a zenekaroddal, amikor... Minden ilyen. Amikor először elmész egy de meghallgatásra. De még akár egy tévéműsor is ilyen. Igen, csak ott hamarabb, ott inkább a válogatón fordul elő valami ilyesmi. Igen, de hogyha valakinek nem szimpatikus mondjuk egy műsorvezető. Ja, persze, igen. Akkor mondjuk lehet egy évadon keresztül kurványázzák, de akkor a nézettség is le fog menni. Igen, csak a tévénél abból veszed észre, mert ott ugye nem láttad a visszajelzéseket, igen. Vagy max. Ha írtak levélbe. Facebookon megírják ott is, ne aggódjál. Igen. Ez soha nem volt egy egyszerű téma, ez az önkarcolgatás, de ez van. Sajnos el kell viselni ezeket a dolgokat, már hogyha erre, vagy ez iránt érdeklődtök. Igen. Jó, ez sosem volt egyszerű, na. Igen. Viszont, hogyha organikusan nősz, ahogy mi is, akkor van egy folyamata ennek. És így meg tudod szokni. Uh-huh. Ki tudod mozogni ezt a dolgot. Úgy más, igen. 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 Bocsánat, csak nem akartam olvasni. Mondd csak nyugodtan, majd nem, utána. Csak azért nincs értelme ennek az egész botozásnak. Igen. Akkor a hazugság, mint a kurva élet. Sajnos az, igen. És amúgy nincs értelme. És egyre jobban bebizonyosodik az, hogy a mai világban tényleg semmi értelme nincs a követőszámnak. Semmi, az ég világon. Egyik platformon sincs értelme. Emlékeztek arra, amit még a Happy Hour elején mondtam? Hogy amikor gondolkoztunk az applikáción, hogy egy jó applikációhoz nem sok néző kell, hanem aktív nézők kellene. Igen. Teljesen mindegy, mert hányan követnek. Tök mindegy. Ha nem csinálnak semmit, nem csinálnak semmit. Erre mondtam példaképpen egy hónappal vagy kettővel ezelőtt, hogy teljesen lényegtelen, hogy mekkora egy csatorna. A legtöbb ilyen milliós feliratkozói, a hidraulikus prés, meg a fafaragós, meg a do-it-yourself csatornáknak van, hogy? Ahol mindig fából faramnak valamit, meg a rozsdásen gyűjtőt helyre hozzák, meg ilyenek. Az nem közönség. Nem. Ők nézők. Azokkal semmit nem tudsz kezdeni. Ott lesz 6 millió feliratkozójuk, majd megosztja, hogy nem tudom, vedd meg ezt a csokis kekszet, és mindenki lefossa. Így van. Mert az nem közönség. Az egy passzív valami. Na, mit is mondtál az a bocsánat? Fontos, hogy az ember ne csak yes-menekkel vegye körbe magát. Igen, teljesen igazad van egyébként. Rettentő sok ilyen kis és középvállalkozó van, aki például ebbe a hibába merül bele. Azok a legidegesítőbb és a legrosszabb emberek a Földön, amikor azt látod, hogy van 30 embered, uh-huh. Mindenki tőled függ, és senki nem meri megmondani neked, hogy egy hülye fasz vagy. Meg egy szar, amit csinálsz, meg kb. Mindenhez balfasz vagy, amihez csak lehet, és így telik el 30 év. Igen. Igen. És aztán meg nyugdíjba mész, és azt hittem, hogy egész életedben jól csináltam minden. De ez az ember, akit bárhová igen, mész a világban, nyaralni, kirándulni, vagy ilyesmi, csak őt hallott, tehát a leghangosabb ember ott, aki megmondja, ez szar, láttam már ez össze jobbat. Tudod, ezek az emberek, az úristen. Meg így, ezeket annyira nem bírom. Mert így nem kéne hallja élő ember a véleményét a dolgokról, de egyébként mindenki hallja. Igen. És így jössz, hogy bazd meg, na, te vagy az ember, akinek 20 éve nem merik megmondani, hogy mekkora fasz. Pontosan. Aki mellett úgy ül a csaj, hogy Keci. Kussolj más. Nem baj, megvan a merci. Nagyon jó. Zsófix amúgy az azért szokott lenni, hogy vannak olyan cégek, akiknek mondjuk van 6000 követőjük, és mondjuk egy posztjukat ketten lájkolják. Ez nem feltétlenül botozás miatt van, hanem azért, mert volt egy nyereményjáték. Igen, ez a másik. A nyereményjátékokkal felszokták boostolni a like számot, és aztán hát ennyi értelme. Az sajnos nem valós, igen. Semmi értelme nincs ezeknek a dolgoknak, igen. Igen, sajnos. Igazából az is majdnem olyan, mint a bot egyébként, mert olyan valaki követ, hát, aki mint egy szellem van ott igazából, tehát soha nem reagál semmire. Így van. Igen. Mi is ezért engedtük el ezt a dolgot. Igen, abszolút. Nagyon nagy részt. Legalábbis abban a régi formájában. Semmi értelme nem volt. Gyűltek a követők, de Isten igazából mindenki leszarta, hogy mit csinálunk, szóval sok értelme nem volt. Igen. Nehéz. Mondom, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. És ilyenkor mindenki azt hiszi, hogy én egy büdös geci vagyok, hogy ilyenekről beszélek, mert nekem könnyű, meg stb. Nem. Ez mindig kurva nehéz. Ez mindig kurva nehéz, mert hogyha ne adj Isten olyan a pofát, hogy mondjuk, mit tudom én, néhány ember rátalál és szeretnek nézni, utána meg kell tartani a közönséget, utána, ha növelni akarsz rajta, akkor növelni kell tudni, utána azt a még több embert is meg kell tudni megtartani. Ez egész egy faszopás ebből a szempontból. De senki sem mondta, hogy a dolgok egyszerűek. Persze. Vagyis de, a Reddit. A Reddit. Ennyi. Veszel magadnak a Forbes-ba cikket,
meg Twitter követőket. Ennyi az egész amúgy. És így kész. Milliók, apám. Igen. Ennyi. Ők tudják, hogy van. Ők csak azért nem csinálják, mert ez gáz. Igen, igen. Alig tudtuk kifizetni a járulékokat is, basszus, olyan drága volt ez a Forbes cikk. Fiúknak nagy nehezen átutaltam a fizuját, mi majd később veszünk ki Pistivel. Annyira drága volt. Igen. Ó, Istenem. Igen. De azt mindenképpen el akartam mondani, hogy igen. Igen, ettől függetlenül nagyon sok embernek igaza van. Én rossz vagyok nagyon. De ezek szerint ez kell. Igen. Ez van. Egykor találkozunk. Egytől. Hogwarts legacy-zni fogunk. Bizony. Mit szóltak hozzá? Bizony, bizony, bizony. Mit szóltak hozzá? Tegnap nekem nyomatták a fake infót. Mert nem volt ugye a menetrendben semmi, és kérdeztem, hogy Pisti mondott nektek valamit, hogy mivel fog játszani? Wanted-dal fog játszani. Ezt mondtam. Akkor azért mondtam, akkor tényleg ezt mondtam. Igen, jó? Csak még este megnéztem a statisztikákat. Akkor Hogwarts legacy lesz. Én nem szeretnék most megszabadulni ennyi nézőtől. Így hirtelen. Majd ha rossz kedvem lesz. Jó. Majd ha rossz kedvem lesz. Ma is nagyon sok story mission lesz. Nem lesz mi? Egy darab sem. Jó van. Hát tegnap megtudtuk, hogy 3 van hátra. Ja. Úgyhogy most sok stream lesz, mivel nem lesz story mission szerintem. Jó van. Na jó van. Legyetek jók. Legyetek jók, szevasztok. Szevasztok.